Mai vendégem Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm én is Önt, és köszöntöm a televízió nézőket, örülök a meghívásnak. Ugye a Családbarát Kórházról beszélünk, mind az Arany Óra program miatt, mind pedig a Baba Mama szállás miatt, ami azért egyedülálló itt a térségben. Így van, nem csak hogy a térségben, hanem mondhatom, hogy országosan. Azért a Betesda gyermekkórházhoz képest a Karcagi Kátai Gábor Kórház egy 20 ágyas gyermekosztállyal rendelkezik, de annak idején erre is sikeresen pályáztunk 2015-ben az anyaszállás, inkább úgy mondom szülői szállás kialakítására, mert hogy három kórteremből a 9. emeleten sikerült kialakítani közvetlenül a gyermekosztály mellett anyaszállást, egy 7 ágyas anyaszállást tévével, hűtőszekrényel, mikróval, tehát egy apartman jelleggel, és azért is jó, hogy három kórteremben, mert pontosan nem kell koedukáltan elfoglalni a szülők, de nyilván van az a helyzet, amikor vagy az édesapa, vagy a nagyapa tud bent lenni a gyermekkel a kórházban, mert ugye a szülők aktív korúak és dolgoznak, és ezt is meg tudjuk oldani, mert elkülönítve tudjuk őket. A Családbarát Kórházhoz visszatérve, az idei évben sikeresen pályáztunk a Családbarát Szülészet kialakítására is, úgyhogy ez még idén meg fog valósulni. Én nagyon remélem, hogy igénybe fogják venni többen azt a lehetőséget, hogy a szülészeti részen, a vajudó részen, vajudókát beépítésével, akár vízben történő szülést, illetve hát a szülést, szüléssel járó fájdalmat enyhítő körülményeket tudunk majd kialakítani. Visszatérve a szülői szállásra, ha jól tudom, ez térítésmentes. Így van. Így van. A hozzátartozók a térítésmentesen vehetik ezt igénybe, illetve kértük azt a lehetőséget is, mert van rá helyünk, hogy a meglévő gyermekkórtermekbe is szülői ágyak kerüljenek elhelyezésre, és 10 ilyen ágyat kaptunk az elmúlt időszakban, az idei évben az Állami Egészségügyi Ellátóközpont közbeműködésével. Ami talán még fontos a kórház esetében az az, hogy ha gyerekosztályra gondolok, ott ugye nagyon szép festmények is vannak. Igen. Beszéljünk erről, hogy hogy érkeztek oda ezek a festmények? Ez szintén egy felajánlás volt. A tegnapi napon akkor mondom azt is, a Máltai Szeretetszolgálat hozott adományokat. Most ebben a felajánlásban pedig egy festőművésznő tette meg ezt a felajánlást. Néhány napot itt tartózkodott Karcagon, és az érdekes módon a karcagi szülők a Facebookon közzétett kezdeményezésre többen jelentkeztek, és a művésznő megrajzolta ezeket a magyar országon honos állatokból készített, hát részben mese, részben a való élettel összefüggő rajzokat, és akkor segítettek a szülők kifesteni. Nagyon érdekes volt, mert egy összefogás alapon készült az egész, és az adományt is kaptuk, a festéket is kaptuk hozzá. Hozzáteszem, maga az ötlet abból indult, hogy a kisgyermekeknek megjegyezni azt, hogy ő most az A105-ös szobában van, nem feltétlenül biztos, hogy tudja, nyilván, ha még nem iskoláskorú, akkor nem is kell ismernie a betűket és a számokat. Ezért a kórtermek is különböző állatfigurákat kaptak, a méhecskétől a katicabogárig mindenféle fajta előfordul, és így tudja a gyermek mondani, hogy ő a katicabogaras kórteremben van. Ez segíti a gyógyulást? Hát nyilván egy festmény nem, de hogy így ilyen szépen van elkészítve ez a kórterem, az a folyosó? Egyrészt úgy gondolom, hogy ez is segíti a gyógyulásukat a gyermekeknek, másrészt az is nyilván, hogy biztonságban érzik magukat, hiszen a szülők ott tartózkodnak néhány méterre, és nyugodtan alszik éjszaka, mert tudja, hogy egyet szól, és már is szólnak a szülőnek, és át tud jönni. Ugyanakkor biztosítunk olyan lehetőséget is, hogy karcagi óvodával vettük fel a kapcsolatot, a Jókai úti óvodával, és onnan óvónők jönnek ki hetente két alkalommal, a több gyermek van, és foglalkoznak velük, tehát különböző rajz, készség segítő foglalkozásokat tartanak,
és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a munkájához. Nagyon szépen köszönöm.